Sziasztok! A mai részben a szállásom környezetét bemutatva megpróbálom egy kicsit árnyalni az amerikai városok lakóvezetéről otthon kialakult általános képet, de mielőtt erre rátérnénk, nézzük meg, hogy hol is található Berkeley városkája. Berkeley az Egyesült Államok nyugati partvidékén helyezkedik el, az északdél kiterjedés illetően Kalifornia középső részén, nagyjából Dél-Olaszországgal egy szélességi körön. Ez az időjárásban nem nagyon mutatkozik meg, ugyanis a hatalmas csendes óceán hűsítő hatásának eredményeképpen a hőmérséklet gyakorlatilag megállás nélkül 15 és 20 fok között ingadozik. Ha közelebb jövünk, akkor az úgynevezett Bay Area-hez, vagyis az öböl térségéhez jutunk. Ez egy hatalmas lakott terület, amelyen számos közigazgatási egység osztozik. Általában az emberek két dologról ismerik ezt a térséget. Az egyik Silicon Valley, amely a déli oldalon található Palo Alto, Mountain View, San Jose északi része. Itt található a Microsoft, a Google, a Facebook, vagy az Apple és még meg annyi más számítógépes óriás vállalat székhelye, de itt található a Stanford és a NASA Ames Research Center is. A másik San Francisco városa, amely a nyugati Spale-sziget északi csücskében helyezkedik el. Szokás az egész térséget San Francisco nevével fémjelezni, úgymond. Valójában ez azonban nem állja meg a helyét, hiszen a 6,7 millió lakosból mindösszesen 800 ezeren tartózkodnak ezen a kis területen. És hát egy ennél a területnél lényegesen nagyobb földrajzi egységről beszélhetünk. Láthatjuk tehát, hogy Berkeley sem San Franciscónak, sem pedig a Silicon Valley-nek nem része, és bár kétségkívül közelebb van hozzájuk, mint Budapest, valójában nem túlzás azt mondani, hogy egy tenger választja el tőlük ezt a városkát, ugyanis az öböl méretei igen tekintélyesek. Hosszában 97 km hosszú, keresztben pedig a legnagyobb szélessége eléri a 21 km-t. A számos ingázó a hatalmas Bay Bridge-en kelhet át San Francisco városába, amely rengetegszer hatalmas közlekedési dugókat eredményez. A jól ismert turista látványosság, mint például Alcatraz szigete és a Golden Gate híd pedig ezeken a pontokon lelhető fel. De most nem San Francisco-ról fogunk beszélni, hanem a keleti oldalról. Ha átérünk a Bay Bridge-en, akkor először Oakland városában találjuk magunkat, amelynek sok szempontból igen rossz híre van, elsősorban a közbiztonságot illetően, de ez kicsit olyan, mintha egész Budapestet megbélyegeznék néhány rossz környék miatt. Valójában nagyon sok, nagyon jól lakható része van a városnak, nagyon sokan innen járnak be az egyetemre is. Berkeley innen még északra található, viszonylag tekintélyesebb távolságra, a hídfőtől nagyjából 10 km-re található a városközpont. Ha közelebb jövünk, akkor a városkát három egységre bonthatjuk. Az első és minden amerikai egyetemi városban a legfontosabb maga a campus. Ez a blokk, amelyet keletről a stadion zár le, és ha még ennél is távolabb merészkedünk, akkor már fönn találjuk magunkat a hegyen, ahol a Lawrence Berkeley National Laboratory épületeit lelhetjük fel. Ha a kampusztól nyugatra barangolunk, akkor észrevehetjük ezt a fehérebb részt, ez a szigorú értelemben vett belváros, onnan pedig egy ilyen színes kavalkád következik a zöld meglehetősen nagy túl reprezentálásával, de észrevehetjük, hogy itt nincsenek olyan nagy épületek. Ezt a részt nevezhetjük egyfajta belvárosi zöldövezetnek, amely az amerikai lakóvezetek talán legtipikusabbika. A filmek világa miatt hajlamosak vagyunk az amerikai városoknak csak két elemére gondolni, az egyik a hatalmas felhőkarcolókkal, monumentális épületekkel jellemezhető belváros, New York, Chicago, Los Angeles, a másik pedig a Dél-Amerikából érkező kertész által nyírt hatalmas pázsittal ellátott telkeken épülő kacsalábon forgó paloták, ahol a háziasszony nem dolgozik, csak a gyereket fuvarozza egy benzinfaló Dodge kis busszal a délutáni zongora órára, miközben még beugrik a további otthon tartózkodó asszonykához egy pohár borra. Hát bizonyára léteznek ezek a külvárosok is, viszont nincs belőlük sok. Madisonban is láttunk olyan részt, amiről el tudjuk képzelni, hogy hasonlóan élik ott az életüket, de sokkal jellemzőbb ennél ez a belvárosi zöldövezet, ami európai szemszögből nézve külvárosias jellegű, de a csillogásnak korán sincs olyan kézzelfogható bizonyítéka, mint azt a Hollywood világa sugallja. Menjünk egy kicsit közelebb. Először is láthatjuk, hogy szó sincs hatalmas telkekről. Az épületek valójában noha nem kicsik, de változatos méretűek és sűrűn helyezkednek el, köztük viszont így is számos zöldövezetre lelhetünk, és rendkívül jól pásítottak az épületek. Ez nem csak itt ilyen volt Madisonban is, és még Tucsonban is találhattunk ilyen részeket, noha ott korán sem volt ennyire zöld semmi, de hát ez a sivatagi éghajlatból adódik, a kaktusz az viszonylag kevésbé szúrja ki az ember szemét, már ami a szint illeti. Ez a Francisco Street, itt található a szállásom.
de a még közelebb osonáshoz hívjunk segítségű fényképeket. A kis baloldali kékfehér ház, amiről csak a görög zászló hiányzik ahhoz, hogy a bozinai görög lakzikban érezhessük magunkat, na az nem az én házam. Én attól jobbra, abban a kis narancssárga vityillóban tengetem a mindennapjaimat. Ha kilépünk az ajtón és áthaladunk a fa árnyékán, akkor kelet felé tekintve megpillanthatjuk a már említett hegyet rajta a National Lab épületeivel, nyugatra pedig szerencsés esetben még a Golden Gate Bridge sziluettje is kivehető az öbölben, de általában ezt a pára is a köd eltakarja. Láthatjuk, hogy rengeteg a fa, szélesek az utak, és ez az érzet csak tovább erősödik, ha benézünk még néhány zöld előkereszt utcába. Parkolóhelyben nincs hiány, de a széles utak másra is lehetőséget adnak, ugyanis ezeknek köszönhetően nagyon jól lehet biciklivel közlekedni. Hogyha nem menne lekerített sáv, akkor is így lenne, de nagyon gyakran vagy lekerített sáv van, mint itt a jobb oldalon, vagy pedig a parkolásra fenntartott szélső sávban van még annyi hely az autó és az út a forgalmat lebonyolító útszakasz között, ahol egy biciklivel még akár utánfutóval is kényelmesen el lehet férni. Megerősíthetünk néhány sztereotípiát a külvárossal kapcsolatban, például itt a csillogás nyomás sem mutató kisé ütött kopott lépcsősoron és gazos előtéren túl a fő hangsúly magán ezen a kis zacskóban, amelyben valóban a reggel odahajított újság található, ahogy azt már filmekben láthattuk. Ezen kívül létezik a kosárban függő villanyszerelő és kábelszerelő típus karaktere is, aki itt most éppen egy tekintélyes méretű faházikó előterében munkálkodik. Ebben az utcában jellemzően, ez nem a Francisco Street, hanem a szomszédos Virginia, nagyobb épületeket lelhetünk, amelyek közül jó néhány fából készült, ezt mi szoktuk néha termeszvárnak is csúfolni, ugyanis gyerekkoromban sosem értettem, hogy miként lehet a rovar ekkora probléma az amerikai külvárosokban, hát az építőanyagnak köszönhetően. Ezek a faházak európai szemmel kicsit furcsák, néha ütöttek, kopottak, néha egy-két deszka meg van lazulva, néha le kéne festeni őket, és emiatt korán sem jön róluk úgy, a gazdagság, ahogy azt az ember várná. Itt érdemes azt is kiszúrni, hogy az alsó ablakon például jól látszik, hogy nincsen rajta függöny, amely általánosságban is jellemző. Az épületek mérete és építőanyaga egyaránt nagyon változatos. Itt egy szebb, nagyobb házakból álló utcarészletet láthatunk, itt pedig egy olyan tömböt, amelyet leginkább a különböző zsarumozik rajtaütéses jeleneteiből ismerhetünk. Ez gyakorlatilag semmiben sem különbözik a klasszikus kis motelektől, függő folyosóról nyíló kis kockák, amelyek mindegyike ugyanúgy néz ki. Itt lakást lehet bérelni, van egy központi recepció, parkoló, minden, amire szükség lehet. Városrendezésnek nyomát sem láthatjuk, itt aztán nincs olyan vita, hogy a szomszédnak mekkora az épülete, milyen stílusú a háza, merre néz a főbejárat. Gyakorlatilag teljesen össze-vissza épülnek mindenféle alakú, formájú és anyagú épületek. Itt egy ilyen háromszögtetős alpesi tájakat idéző kis vityilló mellett egy mediterrán hangulatot árasztó kőépület látható. Az eddigi képeken is észrevehettük már, hogy a növényzet az meglehetősen szabadon búrjánzik. Ez még akkor is így van, hogyha cél tényleg tudatosan ültették őket, mert valahogy úgy tűnik, mintha egyszer oda lett volna ültetve, vagy csak a postás elejtette a vetőmagot. Kinőttek, és akkor azok ott úgy el vannak. Ez egy kicsit összevisszaság érzetet kelt. A nagyobb házaknál sokkal jellemzőbbek ezek a kisebb faházikók, amelyek meglehetősen szorosan helyezkednek el egymáshoz, és azt hiszem ezen a képen nem kell magyarázni, hogy néha bizony ütött-kopott benyomást keltenek. Vannak azonban olyan utcák, ez egy sarokra található az előzőtől, ahol a kőházak veszik át az uralmat, spanyolos stílus, tényleg csillogó, láthatóan rendezettebb, gazdagabb épületek, az igen jellemző öbölszerűen kialakított utcára néző ablakívekkel, sőt ez itt egy annyira előkelő vidék, hogy még függönyre is tellett. Kicsit arrébb haladva, aztán eljuthatunk olyan utcákba is, amelyek szinte már falusias érzetet keltenek, a ház előtt cserepekben növekedő haszonnövényekkel és teljesen más formavilággal. Ez itt a szomszéd kereszt utca, ezt direkt azért örökítettem meg, mert azt hiszem ezen látszik a legjobban, hogy bizony a gazdag külváros képeit a filmekből megszokhattuk, de a valóságban ez nagyon gyakran nincs így. Ezen az utcaszakaszon végsétálva első nap egyenesen egyfajta szorongás érzet lett túrá rajtam, és bizony ez is hozzátartozik a hétköznapokhoz, sőt azon városok alapján, ahol eddig jártam, ez talán jellemzőbb is, mint a hatalmas kacsalában forgó paloták. Van egyenesen néhány olyan ingatlan, amely gyakorlatilag a szent lélek tart össze.
De bizonyos gépek azonban a külvárosra valóban jellemzőek, itt például az utcán fosarazó feketéket láthatunk, akiknek az előterében egy kis mókus ül a földön. Ezzel a belvárosi külvárosokról szóló rövid összeállítások végére értünk. Összefoglalásképpen annyit mondhatok el, hogy valójában nagyon kellemes az élet egy ilyen területen. Ne felejtsük el, hogy csak néhány sarokra vagyunk a belvárostól és az egyetem kampuszától, illetve itt kivételes körülményeknek köszönhetően magától a bevásárlóközpontoktól is. Ennek ellenére mégis zöldövezetben élhet a helyi lakos, nem beszélhetünk egyáltalán betondzsungelről, ugyanakkor hatalmas kacsalában forgó palotákról sem. Ezek a nagy villák a filmek világában felül vannak reprezentálva, de mind társadalmi, mind földrajzi értelemben roppant kicsi, elszigetelt térségekre korlátozódik csak a jelenlétük. A lakosság jelentős része ehhez hasonló környezetben él, és azt is megállapíthatjuk, hogy a külsőségekre nagyon sokat adó európai szemlélethez képest bizony ezek az épületek nagyon gyakran ápolatlanok, kicsit igénytelen benyomást keltenek. Nem olyat, amit előzetesen várna valaki, aki korábban soha életében nem járt az Egyesült Államok területén. A következő részben teszünk egy kis sétát a belvárosban, amely szintén nagyon különbözik attól, amit előzetesen várnánk, majd pedig ellátogatunk az egyetemi kampusz területére is, ami lényegében egy város a városban, egy teljesen más világ, de erről majd a következő részekben lesz szó.